A hirtelen szívhalál kezelésében és megelőzésében számos új adat merült föl. Ma már tudjuk, hogy a jól kiválasztott betegek esetében az implantátum kardioverter defibrillátor a megfelelő megoldás. A természetesen a nehézséget a magas rizikójú beteg identifikálása jelent. Mind a mellett egyre inkább előtérbe került a sportkardiológiai megközelítés ennek a kérdésnek. Egyre több hazai tapasztalat van, amely a sportkardiológián belül az okokat keresi. Többek között ugye itt a Semmelweis Egyetemen egy egészen magas szintű sportkardiológiai szűrő tevékenység zajlik, amely egészen a szívemer, szív-CT, háromdimenziós echo és ezen kívül számos más noninvazív módszernek az alkalmazását jelenti. És hát nem csak megelőzni kell, hanem adott esetben a potenciálisan veszélyes betegségeket, főképpen ritmuszavarokat katéteres úton meg is lehet gyógyítani, és hát erre nagy számban van példa. Szóval összegezve azt kell mondani, hogy a magyar kardiológia lehetőségekhez képest, én azt hiszem, Európában élen jár. Ennek eredményeit hallhattuk most idén a konferencián. Idén is 1500 fölötti résztvevővel számolunk, úgyhogy én azt mondom, hogy Magyarország legnagyobb orvosszakmai egyesülete nagy számú közönség előtt ismételten bizonyított.